Először is szeretném mindenkinek megköszönni a mai részvételt. Másodszor szeretném megköszönni a választási csapatnak, hogy ilyen szép munkát végzett. Azt hiszem, hogy nagyon jó kampány után vagyunk, és nagyon sok pozitív visszajelzésünk volt a kampányunkra. Szeretném megköszönni jelölteknek, mindenki nagyon keményen dolgozott, és szeretném megköszönni jelöltek élettársainak, hogy kibírták ezt a 3-4 hetet, hogy kevesebbet voltunk otthon. Én azt hiszem, hogy nincs győztese ezeknek a választásoknak, mert senki sem tud magabiztosan kormányozni. Én azt hiszem, hogy a tálkolomány, amiről a szlovákiai miniszterelnök olyan sokat beszélt, az most az ő vállára is szakadt, és ő is csak tálkolományban tud kormányozni, mert legalább 2, de inkább 3 pártot be kell venni, és nem tudjuk, hogy ezek melyik pártok lesznek. És ugyanaz érvényes az ellenzékre is. Egy kicsit furcsa számomra, hogy azok a pártok, szlovák pártok, amik nagyon élesen elhatárolódtak, azt mert, hogy mind az SZSZ és az Olano ilyen szépen szerepeltek, mi is megtettük ezt, és valahogy a magyar választó ezt nem értékelte annyira, mint azt gondoltuk volna. Pedig hát mi is ugyanazt a retorikát vittük a Smerrel szembe, és egyéb más témákban is. Nagyon sok nem rendszerszerű párt került be a parlamentbe, amely nyilván megmutatja majd az igazi arcát, ha bent lesz a parlamentbe, és ez egy nagyon nehéz négy év lesz. Nyilván a politikai stabilitásnak Szlovákiában vége, ezt is elmondhatjuk. Azt is elmondhatjuk, hogy ha 4 év alatt a Mosztvítnek nem sikerült egyetlen egy magyarokat érintő törvényjavaslatot sem sikerre vinni, akkor ez alatt a 4 év alatt még kevésbé lesz az esély, hiszen ott lesz a Szlovák Nemzeti Párt és ott lesz Fotarba-féle pártja is, amely nyilván ezt nem segíti elő, hanem inkább akadályozza. A politikai megosztottság az nagyon komolyan befolyásolt a dél-szlovák eredményt. Mi is veszítettünk szavazatokat, úgy néz ki, előrezetesen nehéz ezt még pontosan megmondani, hogy úgy néz ki, hogy veszítettünk mi is, de többet veszített a Mosztvít, úgy néz ki, mint Dél-Szlovákiában, ennek szintén meg lesz a következménye. Nos, az utolsó eredmény, amikor jöttem le a lépcsőn, akkor még 5,09 volt, de úgy érezzük, hogy nagyon ott billegünk a bejutás határán, egyáltalán biztos, hogy ez sikerül. Nyilván össze kell hívni majd az elnökséget, és az elnökségen belül kiértékelni a választásokat, és levonni a megfelelő konzekvenciákat, de ezt csak a 100%-os eredmény tudatában lehet megtenni. Köszönöm szépen. Van magyar nyelvű kérdés. Köszönöm szépen. Abban az esetben, hogyha a Az, hogy bejut az egy magyar párt, ugye az még kritikus, a Beres párt valószínűleg bejut. Amennyiben mi bejutunk, tartjuk magunkat ahhoz, amit eddig mondtunk, hogy a Smerrel az SZSZ-szel nem, nyilván most hozzáért egy harmadik párt, ezt pedig ott a pártja, pedig nem tudjuk elképzelni a közös kormányzást. A Smerrel semmiképpen sem. Semmiképpen, így van. További kérdés? Ha nincs, akkor még érezzék jól magukat, és megvárjuk a végső eredményt, hogy mi lesz. Köszönjük, hogy eljöttek. Szépen.